Ma egy 456 kilométeres gyorsasági szakaszt kellett teljesítenünk, amiből 100 kilométer volt körülbelül a dűnés szakasz, ami nagyon-nagyon jól ment, de volt egy probléma a legvégén. Az utolsó egy kilométeren belül, amikor már vége volt a dűnének, akkor sajnos az egyik dűnéről leestünk, túl gyorsan vettem azt a dűnét, és így sajnos belefúródott az autó a homokba, és a hátsó kardán tengelyünk az teljesen elcsavarodott tulajdonképpen, és kijött a helyéről, úgyhogy ott szét is verte pont megint az emelőnknek a pumpáját, emiatt az emelőt se tudtuk utána használni, úgyhogy úgy próbáltuk megszerelni, hogy kilapátoltuk a homokot az autó alól, és akkor aláfértünk, és akkor úgy fértünk hozzá a kardánhoz, amit nagyon bonyolult volt leszedni, mert beszorult a kardán is oda a helyére, és egyszerűen le kellett az egész osztoműnek a hátulját bontani, hogy le tudjuk venni a kardántengelyt. Ennek ellenére egyébként nagyon élvezetes volt a nap egészen addig, amíg nem történt ez a kis incidens ott a sivatagban. Utána viszont elég elkeseredett voltam, hiszen nem volt semmi más esélyünk, csak hogy valaki esetleg kihúz, hiszen ezt ott látszott, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni. Úgyhogy, és nagy szerencsénkre jött a fazekas Karcsi, akinek köszönöm is, hogy segített nekünk, és kihúzott az utolsó 30 kilométeren, úgyhogy így be tudtuk fejezni a mai szakaszt, és holnap reggel rajtnál ott leszünk.